Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest eheti adásában, ahol a vendégünk Kovács Dominik, aki startup alapító Dániában. Egy olyan startupot alapított, ami kifejezetten Machine Learninggel és AI-jal foglalkozik. Szia Dominik, üdvözöllek itt nálunk. Mesélj egy kicsit magadról, hogy mivel foglalkozol mostanság. Sziasztok, először is köszönöm a bemutatást, ahogy Csanád mondta, igen, Dániában vagyok egy startupnak társalapítója. Igazából már lassan 2 éve machine learningen belül is deep learninggel foglalkozok, amióta ezt a startupot megalapítottuk, amit amúgy DeFi-nek hívnak. És ha igazából mélyebbre akarunk menni, de ahogy látom a agendát később éve fogunk is, szintetik médiával foglalkozok, szóval különböző média tartalmaknak, legyen az kép, audio vagy videó, generálása, illetve detektálása mindenféle AI-jal boostolt módon, ha fogalmaztunk így. Ugye te kiköltöztél Dániába, és már ott végezted az egyetemet. Miért döntöttél úgy, hogy oda fogsz kiköltözni? Milyennek a háttere? Igazából gyerekkorom óta így vágtam a kihívásokra, úgy érzem, illetve akartam egy úgymond nemzetközi környezetbe fejlődni. Aztán nem nagyon adott meg a lehetőség sok ideig, hogy úgymond utazzak, szóval szerintem egy nagy motiváció volt mögötte. Aztán későbbiekben rájöttem, hogy eredetileg más célra mentem ki, zöld energiát akartam volna tanulni, és arra pont úgymond tökéletes ország, illetve az edukációs rendszer. Aztán elég könnyű választás volt abban a szempontból, hogy bachelor szinten angolul nem nagyon sok helyen van még oktatás, vagy legalábbis akkoriban nem volt. A legtöbb Hollandiában volt, illetve Angliában a fizetős az egyetem. Ezen kívül Dániában pedig havonta 250 ezer forinttal megszponzorálnak, hogyha tanulok, szóval ez eléggé nagy löketet adott, hogy azt választam. Nagyon erős a szociális háló, illetve a társadalmi biztos, igazából a társadalom által nyújtott segítség. A diákokat teljes munkaidős, úgymond állású embereknek kezelik, szóval ez így mint tök jól hangzott. Aztán pedig a DTU-val jártam, a világon egyik legjobb mérnök egyetem. Szóval ez így mind így összeállt, szóval be is adtam a jelentkezésem, és eléggé, ezt megérzem, eléggé könnyen be lehet kerülni, mivel nem nagyon, megvan nekik egy kvótájuk, hogy hány nemzetközi embernek embert kell, hogy felvegyenek. Ez most bachelor szintről beszélek. És mivel akkoriban, amikor én kezdtem 17-ben, akkor nem volt annyira sok jelentkező ahhoz képest, hogy amennyi embert befogad a szak. Szóval plusz még jók voltak a jegyeim, és ott nem nincs semmiféle érettségi, vagy hasonló, csak egyeket kell mutatni, meg egy hosszabb dokumentumot írni magadról. Szóval ez így összejött, és akkor sikerült bekerülni. Aztán, ahogy mondtam, úgy az idő elteltével változott, mert amikor oda mentem, így hallani is akartam, hogy arról, hogy programozás, meg ilyenek, úgy voltam, az egy dögunalmas dolog. Sok egyetemi társam ellentétben én nem programoztam sokáig, legfőképp még középiskolai tanulmányom alatt is, csak a emelt matematika világába mélyedtem el, de nem mentem úgymond ilyen implementálós irányba számítógéppel. Szóval nekem ez egy nagyon új világ volt, és így nagyon beleszerelmesedtem, igazából teljes mértékben élveztem. És a fundamentális tárgyak, amik kellettek abban, hogy abba az irányba menjek, ami a zöld energiát jelentse, szóval ilyen termofizika, vagy hasonlók, az igazából nem jött be. És akkor végül úgy döntöttem, hogy mi lenne, ha váltanánk, és elgondolkodnánk ezen. Aztán úgy jött a machine learning, szóval ez egy kicsit egy érdekes pont volt az életemben, úgymond egy ilyen jó nagy pivot, szóval, de szerencsére a dán oktatási rendszerben megadatott az a lehetőség, hogy ne kelljen nagyon-nagyon átstruktúrálnom az egész óráimat, illetve az egész rendszert, vagy sémát, ahogy elkezdtem tanulni, szóval gyakorlatilag egy csettintésre sikerült úgymond specializációt váltsak. Szóval ez is szerintem nagyon jól alakult. Azon kívül pedig már második szemesztertől kezdve volt egy programozós munkám, ahol különféle projekteken segítettem, illetve én csináltam. Nagyon gyorsan lehetett tanulni, ha nyilván egyetemen kívül nagyon sok energiát lehetett elrakni a
fejlődésedben. Ja, és nem tudom, hogy mennyi összehasonlítási alapod van, mert ugye egész korán kiköltöztél, de Budapesten is mostanában nagyon felfutott a startup kultúra, meg tök sok támogatást kapnak, de ez ennek nagyon egy ilyen hosszabb háttere van, vagy egy régebbről jön ez a dolog. A dánoknál ezt hogy kezelik ezt a dolgot? Ugye pont a közepén vagy ennek az egész startup perkedésnek, hogy ott esetleg van valami összehasonlítási alapot, hogy mivel jobb ott a helyzet, mint itt, vagy ha nincs, akkor arról tudsz mesélni, hogy mi jó, ami ott jól működik, amit esetleg át tudnánk venni mi is? Igazából őszintén fogalmazva, nagyon sok összehasonlítási alapom nincsen, azon kívül, hogy a High Ventures nevű szervezet Magyarországról minket is megkeresett. Azt vettük észre, hogy ugye ők nem, hogy mondják ezt, hát hogy kértek volna cserébe equity-t, hogy adjanak nekünk egy kezdetleges tőkét. Na most ez Dániából úgy alapból nincs, szóval ott minden kb. Úgy működik, hogy nem várnak érte cserébe semmit. De ismétlem, ez csak a High Ventures-re tapasztaltuk. Nyilván változott azóta, amikor elkezdtük, úgy kb. 2 éve a helyzet Magyarországon is. Ezről nincs tudomásom, hogy milyen irányba, mert elején próbáltunk nézegetni, de azt nem feladtuk, mert annyival jobbnak éreztük a dán lehetőségeket. Azt meg külön hangsúlyoznám, hogyha Dániában diákként csinálsz ilyet, szóval az edukációt közben kezdesz el mondjuk startupok iránt érdeklődni, akkor eszméletlen sok lehetőség van. Már alapból sok lehetőség van ilyen támogatásokra, meg lehetőségekre, de így még több. Szóval ugye mi a legfőbb ilyen, vagy legjobb műszaki egyetemen tanultunk, és ott van egy ilyen, eleinte azt gondoltam, hogy egy kezdetleges fázisú ilyen startup, vagy innovation hub, de aztán amikor kimentem Ázsiába, és a világ egyik legjobb egyetemein megnéztem, hogy hogyan működnek ezek a startup hubok arra, illetve voltam Amerikában is, észrevettem, hogy azért Dániában nagyon-nagyon durván tolják ezt abban a szempontból, hogy eszméletlen fejlett, hogy amennyi pénz ott van, amennyit mernek befektetni, mondhatnám random projektekbe, illetve azért megadatik a segítség, szóval ezt egyetemi szintről ezt látni, ez nagyon-nagyon durva szerintem, és most nyáron jött ki ennek az épületnek, vagy az egész departmentnek a felújított változat, ami azt jelenti, hogy 3-szor nagyobb lett, 3-szor több ember, lassan 3-szor több pénz. Pénzügyileg ez úgy néz ki, hogy lehet pályázni különböző összegekre, akárha csak egy ötleted van, ezt mi is megcsináltuk és megnyertük, ez akár 10 millió forintig terjedő összeg is lehet, és azért nem kell gyakorlatilag semmit se felmutatnod, hogy mire használod. Teljesen bizalmi alapul az egész, szóval az nagyon szimpatikus. Ismétlem, nem tudom, hogy otthon vannak ilyen lehetőségek egyetemeken, nekem ez a tapasztalatom. Azon kívül pedig ez ugye az egyetemtől jön, de állami forrásból is lehet nagyon sok mindenre pályázni, ezek ilyen pár millió forintig terjedő összegek, ezeket is sikeresen, amúgy nem annyira nehéz még ezeket megnyerni, hogyha van egy kézenfekvő ötleted és validációd mellé, vagy esetleg van egy felmutatott dolgod, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel nagyon meg voltunk elégedve. Én szerintem Dánielben a szempontból egyik legjobb, főleg, hogyha valaki nagyon fiatal és diák, mert ahogy mondom, akkor még több módja is van ennek az egésznek. Aztán most eljutottunk oda, hogy megnyertük a legfőbb ilyen dán állami támogatást egyik projektünkre, szóval azzal próbáljuk most igazgatni a szekerünket, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Amit még fontos említeni, hogy nyilván van mindennek jó és rossz oldala. Ugye ilyen accelerátor programok, azért azok ritkák a jók, én azt mondanám. Szerepeltünk egy európai legjobb startup accelerátor programában, de lehet erről később kéne beszélni, de azért megemlíteném, hogy az a APX volt Berlinben, és azért egy dán ilyen accelerátor programot összehasonlítani egy némettel, vagy akár azzal az APX-tel, az még eléggé kezdetleges, vagy nem tűnik olyan kifinomultnak az egész. Szóval ilyen accelerátor programból, illetve ilyen tényleg ilyen mentorált segítségből Dániában úgy érzem, nem kaptunk annyira erős támogatást, de pénzügyileg nagyon meg vagyunk elégedve. Szeretik az olyan projekteket, amiknek van social benefitje, szerették a nyilván a zöld projekteket, eszméletlenül sok zöld projekt van, és igazából ez a dán államnak a mottója, hogy ezzel pörgetik a gazdaságot, ezzel pörgetik a jövőt, meg kell csinálni a kockázatot, és ha visszaérve a kérdésedre, hogy esetleg mit tudnánk mi átvenni, hát igazából követve a történéseket otthon, én szerintem mindenképp több kockázatot berakni az ilyen
ilyen projektekbe, mert szerintem ez egy nagyon egészséges kapitalizmus, amikor nem csak monopol nagy cégek vannak, hanem tényleg megpróbálnak minél több kis bizniszt felpörgetni, és akkor az egy jó nagy talent hubot is csinál a városból vagy országból, és ezzel, hogy is mondjam, nagyon, tényleg nagyon jó tesz egy országnak, hogyha ilyen akár unicornok, de még nem is unicornokról beszélek, de sokkal kifejlettebb cégek létrejönnek, és akkor azok pörgetik a gazdaságot. Ezt tisztán látszik Kopenhágán, és szerintem eléggé bevált nekik ez a modell, és évről évre csak növelik ezeket a támogatásokat, mert annak ellenére, hogy nyilván egy csomó félel, jó pár sikerre jut, és ez nagyon jó tesz a gazdaságnak. Szóval szerintem ez a legfőbb motto, és ahogy működik az egész. Na, szerintem akkor térjünk is át a DeepFedger-re. Mesélj egy kicsit arról, hogy indítottátok el ezt a céget, ezt a projektet, hogy sikerül befektetőket találni, honnan jött az ötlet egyáltalán? Igazából nagyon vicces az egésznek a kezdetén, úgy gondolom, mivel gyakorlatilag minden, ami hiba elkövethető egy elsődleges startup indításkor, azt elkövettük. Ott kezdődik az egész, amikor ezt csináltuk 2018 novemberébe, akkor jött az ötlet. Ezt amúgy hárman magyarok csináltuk, három co-founder, azok mi vagyunk. Ketten voltunk a DTU-ról, a Műszaki Egyetemről, és egy magyar volt a CBS-ről, a Kopenhágai Business School-ról. És ismertük egymást egy ideje, és akkor így összeálltunk. Az volt az eredeti ötlet, hogy hú, vannak ezek a deepfake-ek, milyen királyok, de jó lenne, ha detektálnánk őket. Aztán még az valamilyen junior gondolatokkal, még épp linear regression tanulva, nagyon kicsit azért volt már egy annál advanced knowledge-om, de tényleg ilyen linear regression szintjén azt gondoltuk, hogy hát most deepfake-eket detektálni az annyi, hogy fogunk egy olyan datasetet, amiben igazi fészek vannak, egy olyan datasetet, amiben deepfake által kreált fészek vannak, vagy face-swapolt fészek, és akkor fogunk egy neural networket, és akkor megy az egész classification. Így gondoltuk az elején, nyilván még implementáció szintjén sehol se voltunk. Akkoriban ugye a deep learning az egy nagyon data hungry dolog, szóval ha nincsen adat, akkor nem tudunk semmit se csinálni. Akkoriban kb. Lehetetlen volt adatot szerezni, azóta azért változott a helyzet. De elindultunk ezen a Dán versenyen, amit Venture Cup-nak hívnak, ez kb. Nagyon early stage startupoknak a versenye. Gyakorlatilag az egy ötlettel bejutottunk a döntőbe. És ez eléggé megbúszolt az egészet, hogy hú, azért erre van valami reception, vagy hogy tetszik az embereknek. Ott voltunk bele, hogy meg is nyerhetjük, aztán ott voltunk a döntőn, és nagyon úgy nézett ki, hogy szerintem meg tudjuk nyerni. De végül nem nyertük meg. Így nem is nyertünk pénzdíjat, de azért elég nagy motivációt nyertünk. És akkor az úgy kezdődött, az egész elkezdtünk. 19. januárja volt ez. És utána elkezdtünk nagyban researcholni, aztán, hogy jó, hogyan tudunk ebből valami fajta terméket csinálni. Megismerkedtünk egy úgynevezett pilot testerrel a Dániában, egy másik startuppal, aki médiával foglalkozott, egy média platform volt, szóval tökéletes idézőjelbe. És igazából ott fél éven át volt egy nagy küszködés, a ketten megpróbáltuk összerakni az egészet valamilyen szintre. Volt benne jó pár pivot, hogy akkor nem deepfake-ekre fókuszálom, az csak a jövő problémája, hanem inkább képekre, azonban is photoshopolt képekre, mivel azért az eddig a társadalomban sokkal több misinformation-t okozott, szóval az úgy adta magát. De aztán később évben így kiderült, hogy valamennyire igazunk volt, valamennyire nem ebben a téren, de szerencsére sikerült addig az egészet pusolnunk előre, hogy májusban megnyertünk három dán ilyen soft money-t, támogatást, és abból sikerült is az első munkatársunkat felvenni, aki mai napig velünk van, és machine learning researcher. Szóval ebben a szempontból tök jó ment a dolog. Visszatekintve, amit hibák alatt értettem, a nyilvánvaló hibák, hogy nagyon beleugrottunk az egészbe, semmiféle market validációt nem csináltunk, nem beszéltünk legfőbb potenciális ügyfelekkel, és nem volt tényleg semmi struktúrált megközelítésünk az egészhez. Igazából, ha szépen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy el voltam varázsolva a technológia miatt,
és azt gondoltuk, ha jó lesz a technológiánk, akkor minden jó lesz. De ez egy nagyon-nagyon alaphiba, úgy érzem. Nem ezt eléggé megtanultuk, főleg magamon érzem ezt, annyira megváltozott az utas stratégiám az ilyen problémák megközelítéséhez, de igazából ezt a saját bőrén kell érezni az embernek. Ami pedig a befektetőket illeti, amit kérdeztél, hát próbálkoztunk amúgy igazából hónapokon át, fél éven át az egészhez, de azt úgy voltunk bele, hogy kaptunk jó sok állami támogatást, és abból azért tudtuk futatni a projektet, és így nem kellett equity-t feladjunk. Szóval végül akkor ott lyukadtunk ki, hogy akkor elmentünk Berlinbe ebbe a accelerátorba szerepelni, az APX, ezt mondja, hogy a Axel Springer, Európa egyik legnagyobb médiavállalata, és a Porsche csinálja közösen, és amúgy tényleg elég jó. Ott voltunk augusztustól februárig, de közben én elmentem Hongkongba, a másik technológiai társalapítom, meg elment Szingapurba, úgynevezett ilyen exchange szemeszterre, és igazából akkor már tényleg fully remote csináltuk az egészet még korona előtt, szóval az úgy nagyon sok, főleg time, akkor a time zone különbséggel, szóval elég sok úgymond ilyen korona felkészítő csomagot adott nekünk, vagy hogy felkészítsük magunkat arra, hogy teljes mértékben remote dolgozzunk. Azt mondtad nekem, hogy végül, mivel erre nem találtatok nagyon vevőt, ezért jött egy pivot, és most kezditek kidolgozni ezt az új ötletet, hogy erről mit tudsz mesélni, hogy akkor most merre tovább a Defagernek? Hát egy kicsit ez úgy komplikáltabb, egy nagyon hosszú folyamat volt, szóval amikor tipikus hibát azt értem, hogy ezzel úgymond nem elrontottunk, de túl sok időt eltöltöttünk, ami azt jelenti, hogy kicsit több, mint egy évet. Mi azt jelenti, hogy ez a Defager web applikáció, amit terveztünk, hogy médiacégek és ilyen social platformok használják a tartalmaik szűrésére, ezt sikerült összeraknunk egy komolyabb állapotba 2020 februárjába, és akkor sikerült elindítani a beta testingünket, és sajnos addig nem volt, nem csináltunk egy ténylegesen nagyobb ilyen szűrést a potenciális ügyfeleken. Igazából mindenki úgy volt, hogy amíg nem kértünk ki az egész pénzt, addig hú, de tetszett az embereknek. Mindenki nagyon motivált volt az egész miatt. A legviccesebb az egészben, hogy befektetőktől, talán még befektetőket nem sorolnám bele, de a közel ismerősöktől kezdve szakértőkön át, mindenki, akivel beszéltünk, az volt, hogy hú, de menő az ötletünk. Biztos van erre piac, biztos sok pénz lesz belőle, védi a demokráciát, védi a társadalmat, ami valóban igaz. Csak mindenki nagyon motivált volt, és valamilyen megmérgezett minket ez a nagy pozitívum, ami másokból jött, és kicsit elvakított. És végül ott az ebből le, hogy most idén, májusában realizálnunk kell, hogy ez nem nagyon fog ebben a formában működni. Szimplán azért, mert a médiavállalatok nem nagyon képesek kiadni egy szignifikáns mennyiségű pénzt, hogy úgymond biztosan tudják, hogy valami igaz, valami nem. Azért van nyilván itt egy lobby abban, hogy még a Facebooknak, hogyha legyen valami fake dolog, akkor nyilván az engagementet generál nekik, és abból jobb lesz nekik. De attól még most ott ez a Oversight Committee, illetve a fact-checking a Facebooknak önmagának. Szóval valamennyire belérünk a képbe, de attól még van egy másik pólus, ami azt akarja nyilván, hogy nem is azt akarja, vagy nem áll ellenébe az, hogy most itt kamu content előbújik. Szóval ez a hullám ellen nagyon nehéz küzdenünk úgy, mint egy early stage startup. De eljutottunk igazából odáig, hogy nagyon nagy nevű emberek adták a nevüket a projektünkhöz, beleértve szilíciumvölgyi nagyobb vállalkozókat, illetve Amerikában a legnagyobb újságíró iskolának alapítóját, akinek a lánya amúgy a YouTube-nak a CEO-ja, szóval Eszter Wojcicki. Szóval ez így mind szépen összejött, és credibility-t adott az egész projektünk mellé, de végül realizálnunk kell, hogy ez az egész, ahogy van, piaci formában a mostani jelenben nem fog működni. És ez nagyon fájdalmas volt, de ilyen ez a startup journey, vagy hogy is fogalmazzak. Igazából hamarabb megtudhattuk volna, hogyha tényleg toljuk ezerre a validációt, és az előtte, hogy is mondjam, hát nem vagyunk annyira
nem dugjuk be annyira a fejünket a homokba, és csak a technológiára fókuszálunk. Szóval azóta én ebből nem is nagyon fókuszálok annyira a technológiára a legfőképp elsősorban, szóval szerintem ezt nagyon jól megtanultuk. Főleg ilyen machine learning terméknél, amik valójában a machine learning termékek önmagukban egy nagyon innovatív ötletek még, mivel nagyon nagy kihívás van benne, hogy ezt szkélelhető formában tudjuk deployolni. Tudják, a deep learning modellekről van szó, ami GPU-t igényel, szóval ez önmagában szerintem egy nagyon nehéz terület. Aztán még, hogy ebben business value-t is teremteni, hát ez még nehezebb, szóval azóta azért fókuszáltam én személyes tudásomat inkább product development felé, hogy teljesen egy olyan terméket próbálkozunk fejleszteni, ami megállja a helyét a piacon, és ami teremt business value-t. Ne csak az legyen, hogy akkor hú, de menő technológia, biztos fel tudjuk használni valamire. Még egy utolsó komment az investorok, vagyis a befektetőkkel kapcsolatban. Másfél éven át próbálkoztunk befektetőt szedni, de teljesen azt realizáltuk, hogy amíg nincsen semmiféle revenue-nk, szóval bevételünk, kb. Szóba állnak velünk, de azt ért a korona sokkal, szóval a korona előtt nyilván pont úgy voltunk, mint mindenki más, hogy hú, jön a pénz, befektetnek, de aztán jött ez a helyzet, és akkor más lett. De amúgy annyira nem effektált minket, mert abban, hogy Németországban is megjelentünk, ebbe a accelerátorral is kaptunk pénzt, hogy szerepeltünk, illetve azzal csináltunk egy német vállalatot szintén, azzal a berlini kormány támogatott minket, illetve a további, hogy is mondjam, költségek támogatásában, ami a meglévő embereket jelentette. És igazából, ahogy mondtad, hogy hova pivotoltunk az egésszel, live research startupot kéne csinálni, ami azt jelenti, hogy meglévő intézetekkel, például itt, akivel most is pályázunk, a Fraunhofer Institute, egy nagyon nagy neves német kutatóintézet, illetve pár berlini egyetemmel, illetve a Freie Universität Berlin, illetve a Humboldt Egyetemet. Nekik szükségük van valakire, akik a piacról közelítik meg a kutatott problémájukat, és ez a kutatott probléma nem más, mint a fake news ellenszűrés. Szóval hogy nagyon beleélünk a képbe, mert alig van más cég egész Európában, aki fake news szűrést csinál, mint piaci projekt. És így teljesen hozzá tudunk adni valami értéket az egészhez, és ezáltal belélünk a research budgetjébe az Európai Uniónak, szóval most velük együtt csináljuk ezeket a projekteket. Ebből valami pénz reméltek bele a jövőbe, de ebből nem leszünk egy unicorn, vagy nem leszünk egy olyan cég, aki posztában megél, de mindenképp teremtünk ezzel szociális hasznot a társadalomnak, azzal, hogy egy ilyen nagyobb veszélyt, mint a fake news, amennyire lehetünk hárítani, főleg vizuális formában. Arra meg nem is beszélve, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy tök okos emberek együtt dolgozzon az ember, illetve egy olyan csapatot vezessen, aki velük együtt tud researcholni state of the art irányba. Szóval ez szerintem egy tök jó irány ahhoz képest, hogy ez a piaci megközelítése az ötletnek nem sikerült. Igen, és meséltél nekem arról is, hogy van tervben egy ilyen videógenerálós ötlet. Azon még dolgoztok? Igen, igazából azon kívül, hogy most nyilván ez a research irány az egésznek, ez nem egyik napra megy a kettőre, ezt pályázni kell. Főleg úgymond a management oldalon kell ezekkel a institútokkal vagy intézményekkel tárgyalni, és ez egy lassú folyamat. És közben nyilván a fejlesztő csapatunknak, illetve a többi embernek valamit úgymond kell csinálni. Szóval teljesen ráálltunk arra, hogy etikai módon szintén, mivel az etikusság az nagyon nagy kulcs szó az egész működésében, mivel ez egy nagyon veszélyes technológia, hogy meg tudod gyakorlatilag ahhoz, hogy detektálni tudjunk, ahhoz meg kell teljes mértékben tanuljuk azt is, hogy hogyan kell generálni. Szóval nem volt mindegy az, hogy most lendughattuk szintén itt homokba a fejünket, hogy ho-ho, mi most detektálunk, aztán nem tudjuk, hogyan kell realisztikus, nagyon minőségi kreációkat csinálni, akár fotó, vagy akár videó formájában, hogy mondjuk csináld, azt mondom, hogy akkor most megcsinálom azt, hogy most mondasz valamit, és akkor én teljesen megváltoztatom azt, amit mondasz, aztán kirakom a netre, hogy csináld, ezt mondta. Szóval ezeket meg kell tanulnunk, hogyan kell jó minőségbe csinálni,
beleértve a te hangod manipulálását. És arra is szeretünk rá, hogy annyira úgymond kimesterkedtük az egészet, hogy nagyon nagy know-hunk volt az egészben, mind generálásban, mind detektálásban, és akkor most azt próbáljuk megcsinálni, hogy egy degeneráló irányt próbálunk kivitelezni, ami legfőképp brendeknek és bizniszeknek segítene a videóköltségeiket csökkenteni. Szóval, ha elképzeled, tegyük fel, hogy 10 hasonló videót le kell forgass, az nagyon sokba kerül, stúdióköltségek, meg hasonló, de mi lenne, hogyha mi a szintetikusan AI-jal meg tudnánk generálni nagyon jó minőségbe. Nyilván AI-nak mindig vannak a határai, hogy mikor, milyen minőségben sikerül az egész. Nyilván ezeken a határokon belül akarunk dolgozni, de most nagyon néz ki, hogy ez sokkal-sokkal kivitelezhetőbb ötlet magában, mint a Defager valaha volt, mivel itt teljesen van egy piaci igény, van egy piaci probléma, mert a másiknál nem igazán volt probléma azon kívül, hogy most társadalmi veszélye a demokráciának az, hogy az embereket manipulálják. Ezt nem lehetett nagyon pénzbe lefordítani sajnos, és ez igen, elég nagy gond. Szerintem teljes mértékben gond. De ebben az esetben ezt le tudjuk pénzbe fordítani, hogy ez miért érné meg valakinek, és miért teljes probléma, és ez miért lehetne egy megoldás. Aztán most igazából úgy vagyunk ezzel, hogy ezt ki tudjuk így vitelezni, és ahogy említettem, teljes mértékben etikus módon, szóval a Defager-nek a technológiát fogjuk felhasználni arra, hogy bármi ilyen generált videót ki tudjunk automatikusan szűrni a jövőbe, illetve csak olyan megbízott felekkel fogunk együtt dolgozni, akik szigorúan betartják a mi korlátozásainkat ezeknek a videóknak a generálására a mi technológiánkkal. Szóval nem fogjuk ezt a random embereknek engedni, hogy most itt generálgassanak videót, hogy valaki így beszél, valaki úgy beszél, vagy ilyen ember ilyen környezetben. Itt felmerülnek nagyon érdekes etikai kérdések, ugye? Mert egyrészt ott van az, hogy a ti megoldásotok erre a fake news felismerésre, vagy fake videó felismerésre, ennek van egy nagyon, nagyon jó társadalmi haszna, nagyon nagy társadalmi haszna van, viszont nem találtatok rá marketet. És akkor most gondoljunk bele, hogy hány ilyen megoldás lehet még, hogy hányszor történik meg az, hogy van egy etikai probléma, amire van egy jó megoldás, de egyszerűen nem, nincs elég támogatás azoknak a csapatoknak, hogy ezt kifejleszék. És maga ez a fake videó generálás is rengeteg etikai kérdést fölvet. Ugye ez lehet jóra is használni, mert hogyha mondjuk az HBO egy sorozatot forgat, mint ahogy azt hiszem csinálták is, és néhány random statiszta helyett deepfake-eket használtak, de ezt abszolút lehet rosszra is használni, és szerintem még nincsenek meg a jó törvényi korlátozása, meg a jó irányvonalak. Szerinted ezt a problémát hogy lehet megoldani úgy, hogyha maga a piac nem hajlandó megfizetni ezeket a megoldásokat? Ez egy nagyon jó kérdés, ami mi is gondolkoztunk, úgymond pár éven át. Igazából, ahogy mondtad, mindenképp egy durvább törvényi megközelítés az ügynek szükséges, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább szabályozni médiaszolgáltatókat, ezt beleértve Európai Unió szerte, EU minden tagállamába, hogy erre teljesen legyen igény. Ténylegesen büntetni, ha valaki hamis tartalmat hozzá, ne pár millió forint, hanem akár teljes leállításával az a médiumnak. Ez szerintem itt nem kellene toleranciának lenni az ügyben, mert ez egy nagyon veszélyes dolog, ami nem jó a társadalomnak, nem jó annak, ahogy most élünk. Mert mindenki ott elfelejtjön, hogy mindenkinek van elérhetőség ezekhez a hírforrásokhoz, és eszmentlen veszélyes, hogyha valakit ezzel misinformálnak, és akár egy választásnál rossz döntést tesz emiatt idézőjelbe, vagy ténylegesen hazugság mellett pártól, mert azt hiszi, hogy az az igazság. Én szerintem ez ahogyan ma működik a társadalmunk, ezt nem kellene egyáltalán tolerálni. És hogyha ezek a törvények valamennyire működésben lennének, akkor igenis lenne ennek piaci haszna. Mondok egy példát, a Spiegel, akivel szintén együtt működtünk, ezek mind partnereink voltak a folyamatos teszteljében, még mai napig. Spiegelnek volt egy újságírója, aki teljes mértékben meghamisított ilyen Spiegel sztorikat. Annyira nem is durvákat, nem politikaiakat, de azért mégis valami jelentőségűeket. Most így fejben nem tudom az embernek a nevét, hogy milyen sztorik voltak. Ez elég híres botrány volt, meg azt hiszem kb. Egy vagy másfél év ezelőtt.
és ami eszmetlen sok összegre megbüntették a Spiegelt, akár több 10 vagy akár 100 euróra, és akkor nyilván akkor már van valami feszültség abban, hogy akkor most a Spiegelnek foglalkoznia kéne teljesen a fact-checkinggel, hogy nézzék, hogy a fake news ellen mit tudnak tenni, és ezért van mai napig a Spiegelnek kb. A legnagyobb fact-checking departmentje, amit emiatt alakítottak ki. De ez még mindig nem elég, hogy arra is rábízza őket, hogy most akkor minden egyes kontentet, ami beérkezik hozzájuk, legyen az szó videó vagy kép, analizáljanak, és biztosan tudják arra, hogy autentikus. Szóval ebből a szempontból én szerintem ez valahogy hasonlóan kéne csinálni. Szerintem van sok olyan probléma, ahogy említettem, ami azért nem tud megszületni, mert nincsen, kapitalizmus nem engedi, hogy ezt felfutassuk, vagy ezt, hogy úgymond sustainable business-ként működjön. Ez bele kell szólni az államnak, bele kell szólni valami igazságszolgáltatásnak, hogy igenis ennek valami hasonló módon kell működnie. Aztán semmiképp se akarjuk, mi mondjuk meg, hogy mi az igazság. A mi rendszerünket, mi rendszerünk az nem egy automatikus rendszer, amit eddig fejlesztettük. Azt tudni kell, és szerintem ez sok mindenki rájön, aki nagyon sokat foglalkozik machine learninggel, ez sose 100% biztos, akár 90% se, szóval ehhez mindig kell jelenleg egy ember a loopnak a végére, aki azt fogja mondani, hogy oké, itt van a sokkal több adat, amit tudok erre a tartalomra, ez most igaz, vagy ez most hamis. Mi nem akarunk embereket helyettesíteni, mi segíteni akarjuk az embereket, hogy ebbe a nagy information overload-ba átlássanak, és teljesen tudják, hogy melyik tartalom micsoda. És ismétlem, teljes mértékben értetek veled az ügyben, hogy sok ötlete miatt nem tud megszületni, és ezért gondolom azt, hogy ebben az esetben egyáltalán nem szégyen az, hogy államokkal itt működsz, vagy tényleg ilyen intézményekkel, hogy ténylegesen told előre az egész fieldet, hogy akkor a fake news-en egyre jobb túlok legyenek. De amíg ezeket nem fogják használni a nagyvállalatok, addig sok értelme annyira nincs. Nyilván van értelme, de nyilván más lenne az egész szituáció, hogyha az úgy lenne. És mondtad, hogy amit most fejlesztettek, ugye videógeneráló szoftvert, hogy azt úgy fogjátok csak engedni használni, hogyha betartják a ti szabályaitokat. Itt milyen szabályokra gondoltatok, hogy szerinted mi az a szabályrendszer, ami engedélyezi azt, hogy ez jól működjön és etikusan? Hát itt többféle technológiáról beszélünk, ugye egyik a hangmanipuláció, szóval hogy azt meg tudom csinálni, hogy bármit kimondatok a te hangoddal, vagy akár az, hogy a te arcoddal bármit szintén kimondatok, szóval úgy szinkelem az egész ajkaidat, hogy akkor mint hogy úgy beszélni, ahogy én akarom. Szóval itt ezek legfőképp a személyi tulajdonhoz tartoznak, hogy most nem engedünk majd meg nyilván senkit, akkor most veled hirdessen, meg téged manipuláljon, amikor te nem is tudsz arra, hogy csinálják ezt veled. Szóval nagyon komoly szerződéseket itt azért megkövetelünk majd az ügyben, hogy azzal az emberrel, akit ezt a hirdetést csinálják, azt ténylegesen beleegyezette abban, hogy szintetikusan manipuláljuk, illetve hogy szintetikusan generáljunk róla extra tartalmakat. Ez nagyon fontos rész az egésznek, mert itt van egy személyi joga az embernek, az arca meg a hangja. Azon kívül pedig a technológiát nem fogjuk sose átadni úgy, ahogy, és ez egy nagyon jó téma szerintem. Ugye most élünk egy olyan korban, amikor az open source, szóval a nyílt forráskódú dolog, az ugye nagyon megy, és én ezt teljes mértékben támogatom, és szerintem nagyon jó irány. Mi is igyekszünk valamennyi dolgot open source-olni, de azért én azt nagyon szeretném szögezni, hogy amikor ilyen teljesen veszélyes technológiáról beszélünk, akkor azért ezt többször át kell gondolni. Jó, hogyha belegondolsz, itt egy AI versus AI eset áll fent, mert AI-jal csinálod a videókat, generálod, és AI-jal detektálod. Szóval, ha tudod, hogy a másiknak a classifier-ra hogyan működik, akkor sokkal jobban tudsz majd te is generálni. Szóval itt szerintem is sokkal inkább egy olyan megközelítés kellene, amikor a researcherök, illetve akik kihozzák az új tanulmányokat, új paper-öket, nem kéne open source-olni, nem kéne open source-olni a manipulációt nyilván, mert akkor bárki tud manipulálni, a generálás, mármint úgy értem, nem kéne open source-olni akár a detektálást. Valamennyire egy közeli kollaborációnak kéne lenni a megfelelő entitásokkal, azon belül lehetne osztozkodni szerintem, de hogy ezt a publicnak, vagy a közönségnek ezt így kirakni, szerintem ez ebben az esetben nem megfelelő.
és ezért is vagyunk úgy, hogy nem fogjuk se a generálásunkat open source-olni, mert ez nyilván nagyon veszélyes technológia, és csak is mi leszünk arra hatással, hogy ki tudja azt irányítani, illetve a detektálásunkat sem fogjuk open source-olni, mert szeretnénk megtartani, hogy ezt mi tudjuk, hogy hogyan működik meg ilyenek. És itt még egy nagyon fontos dolog ennek a tetejére, ugye, mint a szokásos deep learninges neural network-ös problémáknál, azt veszik észre, hogy a legfőbb classifier mondjuk úgy működik, mint a black box, nem tudjuk, hogy miért hozza azt az adott döntést, amit. És ez elég komoly kezd lenni, amikor arról beszélünk, hogy ott vagyok egy bíróságon, és van egy felvétel, és akkor most a DeepAgile-nek a szoftvere mondja meg, hogy ez a felvétel igaz vagy hamis. Ott teljesen emberi életekről kell dönteni, és gyakorlatilag azt akarjuk, hogy egy esetleges eszköz úgy döntsön emberi életekről, hogy még a fejlesztő is értik, hogy hogyan működik, mert úgy működik, mint egy black box. Nem tudjuk, hogy mi miért történik. Ezért szerintem nagyon nagy kutatást igényel az úgynevezett explainable AI, szóval hogy teljesen tudjuk, hogy miért hozta azt a döntést az algoritmus. Mi vezeti arra, hogy a paraméterek esetleg úgy változnak, akár a networken belül, vagy akár a végső confidence az egész networknek. Szóval szerintem ez szintén egy nagyon nagy probléma. Igen, lassan elérkezünk az időnk végére, és most felteszem neked is azt a kérdést, amit minden vendégemnek fel szoktam tenni. Te mit vársz, hogy milyen irányba fog tovább fejlődni az AI? Mit vársz ettől a következő 5-10-20-30-50-100 évben? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen én is szoktam gondolkodni. Valamikor teljes mértékben depresszív hangulattal, valamikor teljes mértékben racionálisabb hangulattal. Én azért úgy érzem, hogy a general AI kora az nem most fog még eljönni. Nem nagyon tudok elképzelni egy olyan general AI-t a mostani neural network-ös vagy deep learning-es történet, ami mondjuk a state of the art-nak számít. De el tudom hinni, hogy egyszer eljön, és én attól úgymond félek, és nem akarom, hogy ez eljön. Ezért én nagyon nagy korlátok közé szorítanám az egész mesterséges intelligencia iránti fejlődés, vagy kutatást. Szerintem ez nem szabad, szerintem az én véleményem szerint ezt nem szabad korlátok nélkül tolni előre. Nyilván az ember javát kell itt szolgálni, és az embert kell nézni, hogy mi számít, úgymond az embernek előnynek és hasznosnak. Ami pedig úgy a közeljövőt illeti, főleg az én szakterületemen belül tudok megszólalni. El tudom képzelni, hogy a jövőben lesznek akár szintetikusan generált filmek. Sokkal nagyobb hangos lesz az egész szintetikus médiás dolgon a hétköznapjainkban. Szerintem ennek lesznek nagyon rossz és jó behatása is. Rosszak közül akár azt értem, hogy tegyük fel, hogy most én egy nem is egy ember lennék, hanem egy szintetikus karakter, és amit most én beszélnék, az amikor a GPT-3-ban jön neki, ugye, amit tudjuk, hogy OpenAI által fejlesztett gyakorlatilag textgenerátor, és gyakorlatilag az a textet leforítaná az én számra, amit én beszélek, és úgy mozgatná az egész énemet. Szóval el tudom képzelni, hogy akár a nagyon közel jövőben tudunk beszélgetni szintetikus emberekkel, és ennek pszichológiai hatásai azért durvák, hogyha belegondolunk, akár mondjuk halott emberekkel elkezdünk beszélgetni. Szóval szerintem ez egy eléggé közeli folyamat, vagy közeli mérföldkő. Ami a többit illeti, szerintem ugye többen félnek attól, hogy jön az AI winter. Én nem látok egy ilyen AI winter hatást, hogy akkor most leállna a fejlődés, leállna a fejlesztés az irányba. Szerintem egyre inkább magabiztosabbak leszünk, és egyre több helyen fognak használni machine learning-es megoldásokat. Ugye az önvezető autótól kezdve a legutóbbi videód a recommendation systemeken át, gyakorlatilag mindenik. Igazából nekem úgy ez a vízióm, főleg a szintetik médiára kihatva. Én szerintem jobban háttérbe kéne szólítani azokat a megoldásokat, amik csak több bajt okoznak, mint jó hatással vannak. Na igen, csak aztán ugye felmerült ez a kérdés megint, hogy kinek mi a baj, meg kinek mi a jó. Persze. Igazából igen, erről szerintem nagyon jó diskurzusokat tartani, nagyon jó erről beszélgetni, és én ezt teljes mértékben támogatom, és ezért is vagyok itt. Szerintem ez egy tök jó téma, és nyíltan kéne erről beszélni, és igazából aztán ki tudja akár szabályozni ezeknek az irányát.
Dominik, én köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Azt mondd még el nekünk, hogy a nézők, hallgatók hol tudnak megtudni többet, akár rólad, akár a Defagger-ről, akár ha kapcsolatba akarnak lépni veled, hol találnak meg. Igazából LinkedIn-en elég aktív vagyok, ott meg lehet találni. Nem tudom esetleg, hogyha a profilinkemet berakjuk a videó alá, az megfelel, illetve e-mail címem az dominik@defagger.com, elég egyszerű. Akár azt is berakhatjuk, és akkor ott bármikor tudok válaszolni bármilyen megkeresésre. És a Defagger-nek egyébként valami honlapja, vagy... Igen, igen, www.defagger.com. Akkor köszönöm még egyszer, hogy a vendégem voltál, és további szép napot. Elköszönöm, köszönöm mindenkinek, kellemes napot kívánok.